A Balaton Színházban és a Könyvtárban rendszeresen kínálnak programokat az időseknek. Különböző szakkörökkel, koncertekkel, ismeretterjesztő előadásokkal igyekeznek kedveskedni a szépkorúaknak. Az idősek otthonában is rendszeresen vannak különböző rendezvények. Megtartják a jeles napokat, de a hétköznapokban is szerveznek programokat. Kis Tamás és tanítványai például rendszeresen meglátogatják a lakókat. Én úgy gondolom, hogy ők már nagyon-nagyon várnak bennünket, például holnap, délelőtt, péntek délelőtt egy nőnapi meglepetés műsorra készültem, de anyák napjára is szeretnénk majd menni, és nagy örömmel mindig telt ház fogad bennünket, és nagyon kedvesek az idősek hozzánk. Az idősek ellátásában számos szervezet közreműködik. A gondviselés házában a fogyatékkal élőket segítik, a Szent Erzsébet Alapítvány és a Vörös Kereszt pedig a rászorulókat támogatja. Az önkormányzat házi segítségnyújtással, jelzőrendszerrel, ebédszolgáltatással segíti a szépkorúakat. A Család és Gyermekjóléti Központ elsősorban a fiatalokért tevékenykedik, de segít az időseknek is. Márciusban kortárssegítő képzést tartanak, ahol különböző témákban sajátíthatnak új képességeket az érdeklődők. Végre azokat az időseket is be tudjuk vonni a közéletbe, illetve a közösségi életbe, akik egyébként nem olyan aktívak. Nagyon sokan vannak, akik egyedül vannak, otthon vannak, messze laknak a rokonaik, mert később költöztek ide Keszthelyre, és az ő megmozdításuk és az ő elérésük is nagyon fontos. A Család és Gyermekjóléti Központnál az idősek is benn vannak a palettába, de ők mivel már önjárók, ezért az esetükben nem annyira felkapott a téma, mint mostanában a gyermekvédelem, viszont nagyon fontos, hogy velük együtt dolgozzunk. A központ időseket segítő önkéntes programot is hirdetett. Ide várják azokat, akik kerti munkában, takarításban, ügyintézésben vagy lelki támogatásban szívesen segítenék a szépkorúakat. A sajtótájékoztatón elhangzott, az aktív időskor megélése érdekében több programot is terveznek az idén. Az idősek otthona ki mit tud vetélkedővel készül, de tavasszal bált is tartanak. Elsődleges cél, hogy minél több szépkorút bevonjanak a közösségi életbe. Keszthely városának jelentős része, úgy, ahogy az országban időskorú, ugye egyharmada több, mint 60 éves, és ilyenkor ebben a korban nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk egymással, foglalkozzunk velük. Eddig is voltak szolgáltatások, tehát azért ennek az az alapja, hogy vannak szolgáltatások, amely segíti étkezéssel, szállítással, akár segélyhívással, hogy annak is több rendszere van, ez az egyik, de ezen felül mindenképpen szükséges az aktív időtöltés. Keszthelyen több nyugdíjas klub is működik, ahová várják a szépkorúakat. Ezekben egész évben programokat, kirándulásokat szerveznek. Emellett mozgásra is van lehetőség. Az Egészségfejlesztési Iroda és a Goldmark Károly Művelődési Központ is kínál különböző mozgásformákat az időseknek.